A szekszárdi közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező ilyen szekszárd döntött. Mindent beáldoz a politika oltárán, és nem a város érdekeit tartja szem előtt, folytatva az eddigi megkezdett munkát, fejlesztéseket. Jelentette ki Ács Rezső szekszárd polgármestere az elmúlt hét fontosabb eseményeit sorra véve. A városvezető példaként említette azt, hogy az ilyen szekszárd frakció vezetője feljelentést tett a rendőrségen az úszodával kapcsolatban, mert Bomba Gábor szerint hűtlen kezelés gyanúja merült fel a kivitelezés során. Ács Rezső viszont azt mondja, a munka ugyan lassabban halad a tervezetnél, de az ő lelkiismerete tiszta, az úszodának pedig el kell készülnie. Ráadásul Bomba Gábor a feljelentést azután tette meg múlt szerdán, hogy csütörtökre egyeztetést beszéltek meg a város polgármesterével és a kivitelezésért felelős állami cég vezetőivel. Rendkívüli közülés fogok összehívni holnapi napra azért, hogy ebben a kérdésben valamilyen megállapodásra jussunk, hiszen valamennyiünk érdek az kellene, hogy legyen, hogy megépüljön Szekszárdon az úszoda, vagy így, vagy úgy, de mindenféleképpen megépüljön. Egy torzó nem maradhat ott a sportközpont közepén. Úgy látszik, hogy ebben nem azonosak az érdekeink. Az ellenzék jobban örülne, hogyha lenne ott egy torzó, ami aztán 50 évre elcsúvítja a városnak a sporttelepét. A polgármester szerint a feljelentéssel Bomba Gábor olyan rájuk nézve kínos ügyekről akarta elterelni a közvélemény figyelmét, mint hogy például ő és Csötönyi László hónapokon keresztül nem szerepeltek a köztartozásmentes adózók listájában, pedig ezt minden önkormányzati képviselőnek kötelezően előírja a törvény. Ács Rezső beszélt Zsikó Zoltán a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójának kirúgásáról is. A polgármester szerint, ahogy Zsikó Zoltánt menesztette az éjjel szekszárd, és ahogy kinevezték az utódját is, az bizonyítja, hogy politikai leszámolás zajlik a városban. Ács Rezső felháborítónak, méltatlannak tartja ezt a döntést, és mivel törvénytelen is, nem fogadja azt el. Annyi lehetőségem van, hogy 15 napon belül egy újabb közülés keretében ezt megtárgyaljuk. Nincsenek illúzióim természetesen. Ugyanezt a döntést meg fogják hozni. Helyette ki is nevezték Mácsik Henriettát, aki önkormányzati képviselő jelöltként indult, de aztán vesztett. Így most tulajdonképpen megkapja, hogy ki lesz fizetve. Ács Rezső azt mondja, olyan a város arculatát meghatározó rendezvények lebonyolításáért felel ezen intézmény élére kerülő vezető, mint a szekszárdi születi napok vagy a Hári János Mesefesztivál. Véleménye szerint a Babits Mihály Kulturális Központ vezetéséhez szakmai képességek, valamint komoly tapasztalat szükséges. A városvezető szerint ezen szakmai elvárásoknak Mácsik Henrietta nem felel meg, és ha ő marad a Babits élén, az a szekszárdi rendezvények színvonalának romlását eredményezi majd.